Tisztelt kollégák, kedves barátaim, kedves munkatársaim, tisztelettel köszöntöm Önöket, ölellek benneteket, legnagyobb szeretettel nézem a számomra kedves ismerős arcokat, fiúkat és lányokat. A számok és jogelődjeire emlékező konferenciát ezennel megnyitom. Nézzék el nekem, hogy kicsit akadozom, meg ügyetlenkedem, borzasztóan meg vagyok hatodva. És ezt nézzék el nekem. Ez a nap számomra nem csak az emlékezésé. Mások mondták már, hogy ünnepnap. Én azt mondom, hogy számomra ez egy pirosbetűs ünnepnap. Meg fogják érteni, ha egy kis személyes kitérőt teszek. Ugye életkorom miatt, hát a hétköznapjaim már egy jó idő óta, hát eléggé eseménytelenül telnek el, nem azt mondom, hogy szürkék, mert kedves családom néha színesíti, de hát a kapcsolataim meglehetősen leszűkültek. Még a rövid távú memóriám is megkopott rendesen, már néha elfelejtem, hogy miért küldött anyuka vásárba. Viszont mióta tudok ennek a konferenciának az előkészületeiről, és kezembe kaptam a meghívót, meg a programot, azóta a hosszú távú memóriám szárnyalt. Hetek óta felvillannak előttem számomra kedves nevek, kedves arcok, események, és tulajdonképpen néhány hete újra élem az aktív, tevékeny életem korszakát, amit önökkel együtt, sokukkal együtt éltünk meg. Visszaemlékszem a közös eredményekre, sikerekre, nyüglődésekre, bánatokra, ügyességekre és a saját ügyetlenségeimre vagy hibáimra, de minden esetre egy olyan korszakra, amit önökkel együtt éltem meg, és amire nagyon jó érzésekkel gondolok vissza. Nagyon jó érzésekkel gondolok vissza az előszervezetekre, majd a számokra, ahol több mint 10 évet magam is eltölthettem, a Havas Miklósra, Weisz Juditra, több kiváló vezető kollégájukra és számtalan szeretnivaló munkatársra. Ezért öröm és ezért ünnep számomra, hogy önöket láthatom, felidézhetem, már majdnem azt mondtam, hogy fénykoromat, de hát ez nagy szerénytelenség lenne, de az önök fénykorát és az én hosszú-hosszú munkás életemet, ami önökhöz kapcsolódik, önökhöz fűződik. Kedves kollégák, ugye az előszervezetekről, a számokról erre hivatott kiváló kollégák fognak beszélni. Nekem azt engedjék meg, hogy néhány régi, nagyon kedvelt és tisztelt kollégáról emlékezzek. Elsősorban az Infelor első igazgatójáról, Rabár Feriről szeretnék emlékezni. Együtt tudjuk, hogy Rabár Ferenc egy tiszta szívű, tiszta fejű, ember szerető, olyan lény volt, aki vonzotta magához a szakma kiválóságait, ezért tudott olyan remek csapatot az Infelor működtetéséhez megszervezni. Hiszem, Rabár Feri volt az a személy, aki az arcát soha nem vesztette, bárhova került, bármilyen funkciója volt. Mindig szeretettel és tisztelettel fogok rá emlékezni. Faragó Sanyiról is szeretnék szólni, aki sajnos most nincs itt közöttünk, átmenetileg gyengélkedik, szívesen itt lett volna. Rajtam keresztül köszönti a konferencia résztvevőit, és különösen a régi szeretett munkatársait. Ugye Faragó Sanyi mintegy 20 évig volt meghatározó személyisége a számítástechnika oktatásnak, és ez alatt a 20 év alatt azt hiszem nagyon sok érdemet, nagyon sok barátot szerzett.
külön öröm számomra, amikor Faragó Sanyi más pályára lépett, akkor Zárda Saci vette át a munkáját, és ugyanolyan sikeresen mindazt továbbfejlesztette, a mai napig is lelkesen végzi a számítástechnikai oktatás munkáját. Azt hiszem, hogyha nem veszi rossz néven a Sanyi, az eredményeit annak is köszönheti, hogy tulajdonképpen mondhatnám, hogy a nagyon sikeres brit miniszterelnök Thatcher asszony legjobb magyar tanítványának is minősíthetnénk a mi Sacink. A Bálint Robiról is néhány szót mondanék, aki ugyan nem egy kiváló szoftvertudós volt, de egy remek szervező, egy roppant aktív, roppant tevékeny ember. Ő is képes volt, ahogy Robál Feri, ahogy Faragó Sanyi is, egy remek csapatot szervezni, hiszen tudjuk, hogy a számalkosok sok tízezer embernek adták át magas színvonalú tudást, az OSV, a Bálint Robiék pedig sok tucat vállalatnak, intézménynek biztosították a számítástechnika igénybevételét importgépekkel, üzembehelyezés előkészítéssel, a üzembehelyezéssel és további pátyolgatással. Ők és munkatársaik rendkívül sokat tettek ebben az országban. Azokban az évtizedekben, amikor ebben az országban a eszközszegénység volt a meghatározó, hiszen együtt tudjuk, hogy nem voltak kellő számban, kellő minőségben megfelelő eszközeink, de az önök szellemi gazdagsága, tudása, elkötelezettsége sok más jó intézménnyel együtt hozzásegítette a magyar társadalmat, hogy fogadókész lett a rendszerváltás utáni eszközbőségre. Szerintem nyugodtan gondolhatnak arra, hogy önöknek is köszönhető, hogy ma már százával lehet ismerni, látni vagy hallani a vidáman e-mailező, internetező dédnagymamákról és nagymamákról. Hála önöknek! Még azt szeretném mondani, hogy beszélünk a múltról, de gondoljunk arra, hogy van jelen is. A számak név ma is érték. Havas Miklós és Zárda Saci ma is fennen lobogtatják a számmal képzeletbeli zászlóját, és nagyon kérem, hogy ezt nagyon sokáig tegyék meg, bármilyen akadállyal, bármilyen nehézséggel találkoznak. Ennyit szerettem volna mondani, együtt ünneplek önökkel. Végtelen boldog vagyok, hogy nem csak gondolhattam önökre az elmúlt hetekben, hanem itt sokukat megölelhettem, meg puszikat is kasszírozhattam volna, és ez fantasztikus jó érzés. Engedjék meg, hogy mielőtt befejezném a köszöntőimet, egy bővített mondatot hadd mondjak a Neumann János számítógépes társaságról. Már 50 éves is elmúlt egyébként. Úgy gondolom, nem túlzás, ha azt mondom, hogy ha egyszer megírják a nagykönyvet, hogy hogy kell egy szakmai társaságnak, egy igazi civil szervezetnek működni, tevékenykedni, együtt tartani a szakmát, a szakmai intézményeket, akkor ez a könyv főként a Neumann János Számítógép Tudományi Társaságról fog szólni. Őszinte elismerésem és őszinte köszönetem mindazoknak, akik valaha is működtették, szervezték, meg ma is működtetik, szervezik ezt a kiváló társaságot. Ennyit szerettem volna mondani, többet a Miklós nem enged meg, pedig az emlékeim, azok itt tolulnak előttem, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak ide, hogy önökkel itt együtt lehettem, és köszönöm, hogy meghallgattak.